Tapi unatkozik. Hideg tél volt. A fák ágai majdnem összeroskadtak a hó súlya alatt, és jégcsapok lógtak rajtuk. Az erdőre mély csend telepedett. Csak néhány állat merészkedett ki meleg packából. Tapi a nyuszi is közéjük tartozott. Már nagyon unta a telet. Elhatározta, hogy elmegy megkeresni barátait, és elhívja őket játszani. Bundája megvastagodott a hideg télben, így kevésbé fázott. Óvatosan lépkedett a hóban, mert nagyon félt. Tudta, hogy nagy veszély leselkedhet rá, hiszen a hóban meglátszanak a tapancsainak a nyomai, és a friss hó ropogása elárulhatja, merre jár. A róka pedig mindig lesben állhat. De kíváncsisága erősebb volt, mint félelme. Először fürge mókus odúja felé vette az irányt. Felnézett az erdő legöregebb fájára, ahol fürge mókus élt. Fürge mókus, bújj elő, gyere velem játszani! De mély csend honolt a tájon. Nem kapott választ. Biztosan alszik még. Se baj, akkor megkeresem Medve Mátét, gondolta. Talán felébredt már. El is ment a barlangjához. Hangos horkolás hallatszott bentről. Ahogy benézett a barlangba, meglátta barátját, aki békésen aludta téli álmát. Medve Máté! Medve Máté! Ébredj fel! Gyere velem játszani! Unatkozom! Semmi válasz. Csak horkolás hangja hallatszott. Tapi nagyon elszomorodott. Nem értette, miért alszanak még mindig a barátai, mikor ő már játszani szeretne. Így tovább próbálkozott. Elindult, hogy felkeresse a többi barátját is. Akkor elmegyek Tüsihez, a süb barátomhoz. Tovább ment. Egyre mélyebbre jutott az erdőben. Egyszer csak nagy ágrecsenésre lett figyelmes. Nagyon megijedt. Mozdulatlanná dermedt és figyelt. Csak a szél susogását hallotta, és a távolból a fakopács hangja hallatszott. Attól félt, hogy a róka jár erre. Figyelt, hallgatózott tovább. Egyszer csak Őzmama lépkedett elő a bokor mögül. Csak te vagy Őzmama? Nagyon megijesztettél. Már azt hittem, a róka jön, és itt a vég elkap. Eljöttem ennivalót keresni. De te hogy kerültél ide ilyen messze az otthonattól? Anyukád biztosan keres már. Nagyon hideg szél fúj, mindjárt esik a hó, eltévedhetsz, siess haza. De úgy unatkozom, játszópajtásokat keresek. Már voltam fürge mókusnál, Medve Máténál, most megyek Tüsihez, a Sünihez. Oda hiába még. Nemrég jártam arra. Ott alszik az avar alatt, még az óra sem látszik ki a száraz levelek és a hó alól. Medve Máté, ilyenkor még nem kell fel, majd ha itt az idő, úgyis előbújik a barlangjából. Hát senki sincs, aki nem alszik ilyenkor és játszana velem. De van, gyere velem, a kisfiam Patácska is nagyon unatkozik. Vele játszhassak egy kicsit, addig is vigyázok rád, aztán hazakísérünk. Patácska, gyere elő, itt van Tapi, kiáltotta Őzmama. Patácska félénken bújt elő Őzmama hangját hallva. Unatkozik, és játszani akar vele. Szia, Tapi, de jó, hogy itt vagy, gyere velem fogócskázni, bujócskázni. Már én is nagyon unatkozom. Na
nagyon vártam már, hogy végre játhassak valakivel, mondta örömében, ugrándozva Patácska. Szívesen játszom veled! Játszottak, bujócskáztak, kergették egymást a hóban egészen addig, míg nem nagyon elfáradtak. Közben újra elkezdett esni a hó. Nagyokat nevettek, amikor a hópihék az orrukra, szemükbe hullottak. Egyre hidegebb lett. Beesteledett. Percről percre sötétebb lett az erdőben. Most már hazamennék. Hiányzik a meleg ágyikom, mondta fáradtan Tapi. Gyere, hazakísérünk, így biztonságban leszel, mondta Őzmama. Semmiképp nem engedte volna egyedül útnak ilyen sötétben Tapit. Látta rajta, hogy már nagyon fáradt, és fél is a sötét erdőben. El is indultak az erdei ösvényen. Elhaladtak az ismert fák, bokrok mellett. Nagy csend volt az erdőben. Már mindenki pihenni tért. Csak a nagy fakopáncs kopogása hallatszott a fákon. Tapi nagyon örült ennek a vidám napnak. Nagyon jól érezte magát, de már alig várta, hogy hazaérjen. Tudta, hogy a szülei is nagyon aggódnak már. Már itthon is vagyok! Mama, mama, itthon vagyok, megjöttem! Hol voltál? Már mindenhol kerestelek. Nagyon aggódtam érted, mondta jól mama. Látta, hogy kisfia nagyon fáradt. Csak elmentem játszani, de nagyon elfáradtam, mondta álmosan Tapi, de már hangját már alig lehetett hallani. Hányszor mondtam neked, mennyi veszély leselkedik rád az erdőben. Ilyet többé ne tegyél, dorgálta meg nyúlmama a kicsinyét. De mire befejezte a mondatot, azt vette észre, hogy Tapi mély álomba szenderült. Köszönöm, hogy hazahoztátok és vigyáztatok rá, mondta halkan Őzmamának és Patácskának. Jó éjszakát! Azzal ők is nyugovóra tértek. Már csak a szél hangja hallatszott, ahogy a fák ágai közt végig suhant. Gyönyörű, békés, csendes és fehér volt a téli táj.